Kim Jong-un szerint országa jövőjét és biztonságát az atomfegyverei garantálják. Az észak-koreai vezető a koreai háború végét jelző fegyverszünet 67. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen vett részt. Eközben az ENSZ emberi jogi szervezetek közzétette egy jelentést arról, hogyan kínozzák a nőket az észak-koreai börtönökben. A megbízható és hatékony nukleáris elrettentő önvédelmi erőnknek köszönhetően többé nem lesz háború, hanem örökre biztosítva van az országunk jövője és biztonsága, ezt mondta ünnepi beszédében Kim Jong-un. Az észak-koreai vezető a koreai háború végét jelző fegyverszünet évfordulója alkalmából veteránoknak tartott ünnepségen vett részt. A fegyverletétel 67. évfordulóját az észak-koreai lakosok tűzi játékkal ünnepelték, valamint virágokat vittek az ország alapítójának, Kim Ir-sen, és előző vezetőjének, Kim Jong-il szobrához, a pjongcsangi háborús emlékműnél. Szakértők felhívták arra a figyelmet, hogy Pjongcsang a szankciók feloldásáért cserébe ígéretet tett a nukleáris és rakéta programja felfüggesztésére. Jelenleg a koreai félszigeten folytatott béketárgyalások holtpontra jutottak, ezért kulcskérdés, hogy az észak-koreai fél jogos aggájainak is megfelelő figyelmet és megoldást adjanak. Kína ezért minden érintett felet arra szólít fel, hogy továbbra is folytassák a párbeszédet és a tárgyalásokat a közös ügyekben, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az Egyesült Nemzetek Szervezete emberi jogokért felelős hivatalnoka elmondta, hogy a szervezet által kiadott friss jelentés szerint az észak-koreai börtöntáborokban fogva tartott nők kínzásoknak és nemi erőszaknak voltak kitéve a biztonsági erőktől. Reméljük, hogy azzal, hogy az áldozatok hangját nyilvánosságra hozzuk, nyomást tudunk gyakorolni az észak-koreai kormányra, hogy javítson a helyzeten. És szeretnénk, hogy a nemzetközi közösség is világosabb képet kapjon az észak-koreai börtönökben uralkodó állapotokról, mondta az ENSZ emberi jogi képviselője. A jelentés szerint 2009 és 2019 között gyakran disszidálásért letartóztatott több mint 100 nő elmondása szerint éheztették, és gyakran abortuszra kényszerítették őket.